Jó, tehát a ügyfeleknél gyakran megkérdezzük, hogy főleg egy karbantartás alkalmával, hogy mikor mentettek utoljára adatokat a gépekről, és nagyon sok esetben az a válasz rá, hogy hú, hát nem is emlékszem rá, vagy talán nem is mentettek róla, és számítógépek hibáinál könnyen előfordulhat, hogy olyan jellegű alkatrészhiba van, ami az adatok biztonságát is veszélyezteti. Winchester hiba a tipikus ilyen dolog, amikor a számítógép Winchester-e tönkre megy, akár részben, akár teljesen. Hogyha teljesen tönkre megy, akkor az összes rajta lévő adat elveszik, illetve nagyon-nagyon nehezen visszaállítható, nagyon költséges módon. Ugye ez megelőzhető azzal, hogyha az adatokat lementjük valamilyen számítógéptől kívül első dologra, például külső Winchesterekre, mert biztonságosan csak úgy lehet az adatokat lementeni, hogyha nem konkrétan a számítógépen van tárolva, hanem valamilyen külső adathordozón, mert akár a villámcsapás, akár a laptopok esetében, akár a lopás is ilyen jellegű probléma lehet, hogy elviszik a laptopot és a rajta lévő adatokat akkor elvesznek. Magánszemélyeknél is fontos dolog lehet ez, mivel hogy a magánszemélyeknél főleg inkább a családi képek, videók azok, amik veszélyben vannak ilyenkor, amik pótolhatatlanok. Tehát egy 10 éves gyerekről a 2 éves képet nem lehet újra megcsinálni, tehát ha az nincs lementve és elveszik, akkor az pótolhatatlan. Több probléma volt ebből is ügyfeleknél, hogy a 10 évig gyűjtögetett digitális fényképeket, azokat egy Winchester hiba miatt elveszítették, és nem lehetett visszaállítani. Ezért fontos, hogy mentés legyen róla. Ennek több módja van. A külső Winchestereknek a használatát javasoljuk, illetve mi is szoktuk használni ezeket az eszközöket. Ezekből is több fajta van, akár méretben, akár kapacitásban. Méretben igazából a 2,5 szoros Winchester méretű eszközök, illetve 3,5 szoros méretű eszközök vannak, amiknek nem igazán a kapacitásbéli különbség a főbb jellemzőjük, hanem az, hogy a kicsi, a 2,5 szoros, az a számítógépből kapott áram segítségével működik, tehát nem kell külön táp hozzá, könnyen mozgatható, könnyen elrakható, akár zsebbe, akár táskába, bármilyen kicsi helyre elfér. A nagynak viszont az az előnye, hogy akár hálózatba köthető, tehát vannak belőle olyan változatok, amin hálózati kártya csatlakozó van, be lehet kötni hálózatba, és akkor a hálózatnak a tagjai, számítógépek azok tudnak rámenteni, és mégiscsak külön van a számítógépektől.